akkor tehát. A Premier Művészeti Szakgimnázium és az Alapfokú Művészeti Iskola beiskolázási területe országos, mert Békés Csabán, Szegeden és Budapesten is működik egy-egy tagintézménye. A fiatalok a könnyűzene és a kortárs modertánc világában kapnak képzést és végzettséget közép- és felsőfokon. A három intézménynek az igazgatója Kulcsár Sándor, aki maga is aktív zenész és zeneszerző. Tisztában van azzal, hogy a fiatalok igényei, ízlései a mai kor által jelentős változásokon mennek át, így az oktatásban is minél szélesebb lehetőségeket kell előttük megnyitni. A kórus célja minél több alkalommal színpadra lépni, önálló koncerteket adni, fesztiválokon, baráti találkozókon részt venni. Fellépései alkalmával remélik, hogy jó hírét viszik az intézménynek. A repertoár igen széles, a népzenétől kezdve a régi stílusú egyházi és világi műveken túl sokféle stílusból válogatnak az előadók. Legfontosabb célkitűzésük az, hogy élményt szerezzenek a hallgatóságnak és teremtsenek olyan légkört, hogy a zene szépsége és öröme mindenki számára elérhető legyen. Az éneklő ifjúság kórus minősítőn aranydiplomával és országos dicsérő oklevéllel jutalmazták a zsűri a fiatalok énekét. Műsoruk Válaszúti katonadalok Kallós Zoltán gyűjtéséből, autentikus népzenei kísérettel. Hegedű Juhász Andris, Brácsa Ökrös Dániel, Nagybőgő Csepregi András. Halljuk őket szeretettel! És akkor őket fogja követni a Berényi Népdal. Magas sarkú cipőt vettél, a világ csalfán.